A híradó utáni első vendégem Szigetvári Viktor az Együtt elnöke, bár most igazából inkább úgy hívtuk be, mint TV2 részvényest. Hogyan állunk ezzel a részvény megvásárlással, és miért csinálta ezt? Igen, valóban részvényes vagyok, bár ugye a mai helyzetben nem pontosan lehet tudni, ki a tulajdonos a TV2-nek, de eredetileg Braun Robert vett egy részvényt a ProSiebenSat.1-ban, ami egy amerikai, illetve hát német tőzsdéken jegyzett prémium kategóriás részvény. Ugye ma már az nagy valószínűségű, hogy a ProSiebenSat.1 nem tulajdonosa a TV2-nek, hogy pontosan ki a tulajdonosa. De részvényt lehet tőlük vásárolni, persze, és azzal érdemben belelát majd folyamatokba? Persze, lehet részvényt vásárolni. Ez ugye annak a részét képezte, hogy mi korábban azt állítottuk, és az elmúlt hónapok után most szinte igazunk van, tehát szinte bizonyos igazunk volt, hogy itt strómanok kapták meg a TV2-t valamilyen tisztázatlan pénzzel megtámogatva, és erre vonatkozó mi feljelentést tettünk, és azért vett 2014. januárjában Braun Robert ProSiebenSat.1 részvényt, mert azt állítottuk, hogy az a tranzakció, amit a hivatalosságban ők kommunikálnak, akár a magyar felek, akár egyébként a ProSiebenSat.1, az nem volt kerek, és annyit állítottunk csak, hogy immáron ProSiebenSat.1 részvényesként is jogunk van erről tudni, mert ugye hát ez egy jól jegyzett vállalat, egyébként hitelei vannak, jól működik, és az tisztességtelen, hogyha egy tisztázatlan magyar fél esetleg egy átláthatatlan szilárd szerződéssel benne van ebben az üzletben. Bocsánat, csak hogy megpróbáljuk a fonalat tartani, és a nézők is, hát ha még értik a történetet. Tehát nem a mostani megvásárlásról van szó, ami miatt önök feljelentést tettek, hanem még a 2 évvel ezelőtti megvásárlásról, és arról, amikor Simon Zsolt és Ivon Dederik megvásárolta a TV2-t. Ugye erről beszélünk? Így van, mi ugye annak a tranzakciónak az időszakában tettünk több feljelentést, meg bejelentést a gazdasági versenyhivatalhoz, a médiahatósághoz. Természetesen ez manapság Magyarországon van, minden ügyet lezártak, és most egyébként megismételtük közösen ezt a feljelentést, bár Robert most már visszavonult a politizálástól, és mással foglalkozik, és viszem tovább ezt a közös ügyünket, mert úgy ítéljük meg, hogy azok a papírok, azok az információk, beleértve, hogy Simon Zsolt maga ismerte el, hogy Simicska Lajos környezetétől hitelt kapott ennek az egésznek a finanszírozására részben. Fonyó Károlytól környezet. Hitelt? Azt állítják, hogy Fonyó Károlytól kaptak hitelt, és ugye ezt részben ők visszafizették, ezért például mi néhány nappal ezelőtt vagyonosodási vizsgálatot is kezdeményeztünk Simon Zsolt, illetve Ivon Dederik ellen, mert ezt a visszafizetést vagy tisztázatlan jövedelemből, vagy pedig egy szintén kölcsönből valósították meg, és érdemes itt tisztán látni, ugye tegnap arról került nyilvánosságra információ, hogy lehet, hogy az Exim Bank, egy állami tulajdonú Exim Bank van az egész Vajna ambíció mögött, ami tényleg végleg felháborító lenne, hogyha egy magyar adófizetői pénzből működő, a banktitokra hivatkozó, magyar egyébként export-import finanszírozással helyesen évtizedek óta foglalkozó bank volna az, amely a Fideszhez kötődő Vajna médiabirodalma mögé hitelt rak, az tényleg elfogadhatatlan. De a részvény az csak azért kell immáron nekem, ezért vásároltam meg Braun Roberttől, hogy a ProSiebenSat.1 részvényesként visszakérdezzek arra, egyébként ezt a levelet már elküldtem Roberttel egyeztetve a német félnek, hogy akkor most hogy történt ez? Igaz-e az, amit ma Magyarországon lehet tudni, és mondjuk egy hónapja nem lehetett tudni, hogy itt valójában egy háromoldalú megállapodás volt, amelyre merem mondani, egy Stroman szerződés volt valójában Fonyó Károly tulajdonába téve a TV2-t. Az új információnál egy picit ragadjunk le, mit tudunk eddig konkrétan, mi az, amit lehet látni? Tehát, hogy az a feltételezés, hogy Andy Vajna cége mögött az Exim Bank áll, és kvázi állami pénz segítséggel vásárolja meg a TV2-t, ha egyáltalán ő vásárolta meg? Ugye ennek a kérdésnek a kiderítésén dolgoznak most politikusok, meg újságírók. Én tegnap a 444-en olvastam Rényi Pál Dánielnek egy egészen jó cikkét ebben az ügyben, aki korábban az egész ügy feltárásában talán egy indexes újságíró mellett a legmesszebb jutott. És az ő cikke azt állítja, és ennek utána fog menni az Együtt, amint a hétvége eltelik, hogy igaz-e az, hogy az Exim Bank adott hitelt, mert piaci pletykák szerint, egyébként ezt én is hallottam, lehetséges, hogy az Exim Bank van-e mögött. Ez egyébként jogszerűtlen lenne, vagy csak morálisan megkérdőjelezhető? Nem ismerem pontosan azokat az üzletszabályzatokat, amelyek szerint az Exim Bank dolgozik. Kormánytól függetlenül az Exim Bank egyébként segíti magyar export-import vállalatoknak a működését. Egyébként ez teljesen rendben van. Az, hogy ilyen területről ők befektethetnek-e vagy nem, az kérdéses. Nem tudok erre válaszolni. Az egészen biztos, hogyha ebben az ügyben a Fidesz és a Andy Vajna a banktitok mögé bújik, az elfogadhatatlan. Ugye itt egy nagyon kockázatos tranzakcióról van szó, mert tényleg nehéz ennek most már az összes részletét látni, de az egészen biztos, hogy itt van egy eladói hitel, amit meg kell vásárolni. Van egyébként egy jelenleg most már jó pár éve profitot érdemben nem termelő tévétársaság, amely történet csak akkor kerek, hogyha az ön pénzéből, az én pénzemből és a tévénézőknek a pénzéből a Fidesz
oda állami hirdetést ígér, és innentől kezdve ez szerintünk egy korrupt dolog, és van még egy dolog. Amikor a Fidesz befolyása nőtt a TV2-ben, ennek voltak ciklusai az elmúlt években, akkor mindig a sajtószabadság látta ennek kárát, és mi ezért is küzdünk ezen. Térjünk még vissza egy picit az eredeti feljelentéshez, tehát a TV2-t, amikor megvásárolta Simon Zsolt és Simon Dederik, ugye ebben az ügyben 2014-ben tettek már egy feljelentést, és akkor ennek alapján nem indult nyomozás. Ugye akkor gazdasági csalás gyanújával tették ezt a feljelentést, most újra megtették ugyanebben az ügyben. Mi az, amivel ki tudták egészíteni ezt a feljelentést, hogy ne jusson ugyanarra a sorsa, mint a korábbi feljelentésük? Nagyon fontos új információk kerültek nyilvánosságra, beleértve azokat az okiratokat is, amelyeket szintén a sajtóban lehetett látni, amelyeket nem tudok máshogy nevezni, mint egy stróman szerződést, amelyben gyakorlatilag egy vételi jogot alapítottak a felek, amelyet Fonyó Károly ügyvédje bármikor érvényesíthetett azt megelőző másfél évben vagy egy évben. Erre mi azt tudjuk mondani, hogy mivel a ProSiemens-nak érdeke volt, hogy visszakapja azt a hitelt, amellyel eladja ezt Simon Zsoltnak és Simon Dedericknek. És közben egy veszteséges vállalatban nincsen meg az a remény, hogy a elkövetkező 5 évben profitot termel, és ebből kifizeti ezt a hitelt. Kellett egy harmadik fél, mi ezt állítottuk 2013. decemberében, 14. januárjában, hogy a harmadik fél, mi azt állítottuk, akkor tévedtünk, Nyerges Zsoltot mondtuk, de valójában Fonyó Károly volt, de nekünk legyen mondva, ez egy viszonylag kis tévedés, és mi azt állítottuk csak, hogy e mögött, a hitel mögött valójában egy színlelt szerződés van, hiszen valójában van egy tényleges finanszírozója ennek az ügynek. És miért van ennek jelentősége? Hiszen egyébként jogász nem vagyok, de jogászok mondhatják, hogy a stróman szerződések kerek történetek, hiszen ebben a történetben is most az történik, hogy Simon Zsolt strómanként elszalad a portékával, és eladja másnak, ezt majd ők vitatják egymással. De van egy nagyon fontos dolog a sajtószabadságon túl is. Hogyha igaz, hogy Fonyó Károly és Simicska érdekköre árt emögött az üzlet mögött 2013-14 fordulóján, akkor ez versenyhivatali szempontból, médiajogi szempontból, mint egy jelentős piaci befolyással bíró média szereplő megvásárlása, az egyébként más média tulajdonnal, más lapokkal, más felületekkel rendelkező Fonyó Károly esetében sokkal komolyabb vizsgálatot igényelt volna. Mi ezért írtunk a GVH-nak is, illetve az NMHH-nak, a hírközlési hatóságnak levelet, hogy vizsgálják ki, hogy akkor az a helyzet, ha átverésen alapult, akkor nem volt-e jogsértő, mert Fonyó Károlynak vannak média tulajdonai egyébként is. Az az igazság, hogy ugye a 2 évvel ezelőtti ügyben önök tettek is feljelentést, most is tesznek feljelentést. Az emberekben azért mindenképpen felmerül ez a kérdés, hogyha az önök szerint annyira visszás és megkérdőjelezhető volt az az adásvétel, és ennyire szívükön viselik egyébként versenyjogi szempontból is ezt az ügyet, meg a médiaszabadság szempontjából, akkor a jelenlegi történések miatt miért nem tesznek feljelentést? Teljesen mindegy tulajdonképpen, hogy értjük-e részleteiben a történetet, látunk-e belőle részleteket. Annyi mindenképpen látszik, hogy két ember, két cég packázik egymással, és jogilag valahogy a magyar jogrendszeren ez pillanatnyilag átmegy olyan értelemben, hogy nem lehet eldönteni, hogy kinek van igaza. Tehát valami susmus, valamelyik oldalról feltételezhetem van az ügyben. Akkor most miért? Ugye itt most egy jogvita folyik, amely az állításom szerint jogsértésen alapul, hiszen vagy stróman volt az egyik fél, vagy hazudtak a hatóságoknak, vagy ebben még egy külföldi tőzsdén jegyzett vállalatot is bevontak. Ami most jogvita folyik, abban önnek igaza van, hogy egyelőre nem látunk tisztán, és lehet, hogy még hónapokig nem fogunk. Ezt konkrétan nincs miért feljelenteni, majd a cégbíróság, mint láttuk, hoz határozatokat. Lehet, hogy egy fél év múlva itt ülök önnél, vagy kollégájánál, és arról fog beszélni, hogy ami kijött ebből, az szintén jogsértő, de ma ezt nem tudom önnek mondani, ma csak egyet tudok ebben az ügyben állítani. Másfél évvel ezelőtt igazunk volt Braun Roberttel, egy stróman struktúra volt a mögött, amelyben egy harmadik szereplő titokban finanszírozott egy üzletet, amelynek versenyjogi és médiajogi következményei is voltak, ráadásul bevontak ebbe egy külföldi prémium kategóriás részvényesekből álló céget, vagy részvénytulajdonból álló céget, ez felháborító, és mi csak egyet tudunk ebben az ügyben, hogy mivel most új információink vannak a korábban tett ügyben, gyakorlatilag egyébként én szó szerint ugyanazt a feljelentést tettem meg, azzal kiegészítve, hogy lám itt van egy okirat, amely szerint ez egy stróman szerződés volt, lám itt van egy nyilatkozat, hogy magát az üzletet is részben Fonyó Károlyék finanszírozták, ez pedig bizonyíték arra, amit másfél évvel ezelőtt én állítottam, illetve Braun Roberttel közösen állítottunk.
Az ügy kapcsán politikusok arról nagyon sokat szoktak beszélni, mióta ez az ügy kipattant, hogy azon túl, hogy két oligarcha itt küzd egymással, azért ne felejtsük el, hogy itt nagyon fontos dolog forog kockán, méghozzá a sajtószabadság, és az ezt megsínheti, ezt a harcot. Amiről talán egy picit kevesebbet beszélünk, hogy általában véve ön szerint az emberekben mennyire okoz ez jogbizonytalanságot, mert ha azt nézzük, két nagyon befolyásos ember, hatalmas cégcsoport, és még velük is megtörténhet az, hogy ki tudják egymást játszani, adott esetben lehet, hogy két napon belül tényleg két embernek, két cégnek adták el ezt a céget. Hogy mit gondol ilyenkor a magánember, ő, amikor megvesz egy kis céget, hogy előfordulhat ez ott is? Tehát milyen jelzést mutat ez egyébként a jogrendszerünkre vonatkozóan? Mennyire tud jelzést adni a jogrendszer, vagy hát a nyilvántartásaink, hogy itt valami nem stimmel? Az egészen biztos, hogy a jogbizonytalanság az állampolgárokat, a vállalkozókat, és hát akár a cég tulajdonosokat, cégmenedzsereket is befolyásolja. Én láttam olyan felmérést az elmúlt években, amióta a Fidesz van hatalmon, hogy nem is feltétlenül a befektetői környezetnek az üzleti minőség jelent problémát, hanem a jogbizonytalanság. Bankvezérek szokták azt mondani, hogy Magyarországon például a bankadó után és más a piacot egy oldalon szabályozó büntető adók után a kereskedelemben és a média világában önmagában csökkent a bizonyosság és a bizalom, és innentől kezdve nem jött befektetés. Ebben önnek igaza van, hogy ez társa alá. Azt, hogy egyébként egy stróman elszalad egy céggel, és eladja másnak, miközben vitatkozik az eredeti tulajdonossal, aki mögé a pénzt adta, és akkor majd valamikor előbb-utóbb kártérítéssel egymást beperelik, az egyébként nyilván már előfordulhatott Magyarországon, legfeljebb egy ilyen komoly befolyással bíró médium esetében ezt nem láttuk nyilvánosság előtt. Utalnék arra, nem mennék bele a részletekbe, de például azért volt itt Magyarországon egy olyan kemikáliák előállításával foglalkozó vállalat, amelyből egy nagy bank nagy hitele volt, nagyon gazdag emberek küzdöttek, és egyébként ennek a Kite és más mezőgazdasági tulajdonok, hogy mondjam, látták kárát ennek a jogvitának Csányi Sándor és Bige úr között. Erre csak azt mondom önnek, hogy vannak nagy emberek, nagy tulajdonosok között, akár sokszor alpári színvonalú jogviták, és komoly jogászok sok pénzt keresnek vele. A TV2 azért fontos, mert az ott dolgozó újságírók tisztességesek, az ott dolgozó emberek megdolgoznak a pénzükért, és közben ennek Magyarországon a sajtószabadság látja a kárát, és még egy nagyon fontos dolog. Ma már fel sem merül bennem, hogy akár a gazdasági versenyhivatal, akár a médiahatóság a nap végén ne a Fidesz és Orbán Viktor politikai nyomására Andy Vajna érdekében tekerni ennek az igazságát, és az meg már fel sem merül, hogy ne kapna a Vajna tulajdonában álló TV2 sokkal több állami hirdetést, mint akár az ATV, akár az RTL Klub, és ez pedig maga a politikai befolyásolás, ami elfogadhatatlan. Köszönöm, hogy itt volt. Nagyon kedves, köszönöm.